Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. A 8. számú választókerületben kiírt időközi önkormányzati választás győztesének, a fideszes Kis Szabolcsnak eskütételével kezdődött a Városi Képviselőtestület soros ülése. Hársó utcában lassan már egy éve több új családi ház építése is elkezdődött. A nagysúlyú munkagépek miatt tovább pusztult az amúgy sem jó állapotban lévő aszfalt burkolat. Az interpellációk során Durkó Károly kezdte, aki a Hársó utcában zajló építkezés miatt tönkrement útfelület kijavítását szorgalmazta. A képviselő azt a választ kapta, hogy a mérnöki osztály kötelezi a kivitelezőt az okozott kár kijavítására, de a teljes felújításra csak a későbbiekben kerülhet sor, mert több más utca ebben prioritást élvez. Szabó Károly azt a kérdést tette fel, hogy az iskolákban lévő két műfüves pálya karbantartása kinek a feladata, amire azt a választ kapta, hogy ez a tankerületi központhoz tartozik, ezért egy egyeztetést fognak a munka elvégzésével kapcsolatban kezdeményezni. Jogos észrevétel a lakosoktól, hogy megfelelő időben és helyeken a fű le legyen kaszálva, valamint a szegélyezés is megtörténjen ezzel egy időben. Torma Béla városi zöld felület nem megfelelő gondozására hívta fel a figyelmet, illetve a zöld hulladék késedelmes elszállítását is jelezte. A válaszból kiderült, hogy a közüzemi Kft-nek a jelenlegi eszközparkja és a dolgozóinak létszáma a májusi csúcsidőben csak ekkora kapacitást tesz lehetővé, ezért rotációban végzik a munkát, így mindig lesznek területek, ahol csak később tudják levágni a füvet. Szombaton is, vasárnapon is, és még hétköznapon is nyújtsuk meg az időpontot, a átvételi lehetőséget, mert hát ha nem mennek ki ezek a szemetek ki a düllőutakra. Ökrös István a szeméttelep nyitvatartásának meghosszabbítását kérte, mert jelezték neki, hogy hétvégén és este már nem tudják kivinni a lakosok a keletkezett hulladékot. A válaszból kiderült, hogy a korábbi felmérések szerint erre nem volt akkora igény, hogy tovább legyen nyitva a telep, de megnézik, hogy milyen lehetőség lenne a rugalmasabb nyitvatartásra a lakossági igényekhez igazodva. Nagyon meg vannak dőlve az oszlopok, a lakók félnek, félelmetesnek tartják. Kis Tamásné jelezte, hogy a Temesvári úton egyes villanyoszlopok meg vannak dőlve, ennek kijavítását kérte. A Démásza megkeresésre jelezte, hogy szerintük a probléma nem igényel azonnali beavatkozást, de felvették az éves felújítási tervükbe, és ütemezve fogják elvégezni a munkát. Tud-e biztonságosabb lenni a kerékpáros közlekedés a Csabai út és a Gyep utca sarkán? Tette fel a kérdést Bott Tamás, jelezve, hogy gyalogátkelőhely vagy fekvő rendőr, illetve jelzőlámpa hiányában ezen a szakaszon veszélyes az áthaladás a kerékpárút jobb oldaláról a bal oldalra. Mint kiderült, itt korábban volt tábla kihelyezve, ami felhívta a közlekedő figyelmét a fennálló veszélyre, ám ezeket eltulajdonították. A képviselő azt az ígéretet kapta, hogy a közüzemi Kft. Visszahelyezi az ellopott jelzőtáblákat. A főnapi rendek között döntött a testület az óvodai létszámról. A következő tanévben 26 csoportot indítanak, idén összesen 27 fővel többen kezdik meg majd az óvodába járást, mint tavaly ilyenkor. Döntött a grémium, a Gyulai Várszínház, a Gyula Konyha, a Gyula Sport és a Gyulai Hírlap Nonprofit Kft.-k tavaly évi gazdálkodásainak, illetve idei üzleti terveinek elfogadásáról. Jónak és hasznosnak ítélte a testület a 2016 évi gyermekvédelmi beszámolót, amit egyhangulag el is fogadott. Megnyerte a város azt a 160 millió forintos pályázatot, melynek segítségével a közüzemi Kft. Székházában energetikai fejlesztés lehet végrehajtani. Ennek keretében sor kerül a nyílászárók cseréjére, homlokzati szigetelésre és más munkálatok elvégzésére. Kinyilvánította a város vezetése elkötelezettségét Békéssel és Békés Csabával közösen a zöld folyósó projekt mellett, melynek keretében az élővíz csatorna és környezetének rehabilitációját valósítanák meg több éves ütemben közel 10 milliárd forintos értékben. Döntés született a Kossuth utca világításának fejlesztéséről is, hiszen egy idegenforgalmilag frekventált területről van szó, és további világító testek beüzemelése szükséges, hogy még szebb arcát mutassa ez a szakasz. A testület, mint tulajdonos, hozzájárult, hogy a gyulai tankerületi központ pályázatot nyújtson be a kezelésében lévő iskolák felújítására, így régóta időszerű jelentős fejlesztést hajtanának végre a Dürer, a Bai és az Ötös iskolákban, illetve egy tornaszobát alakítanának ki az Implomban. Zárt ülésen a grémium a Békés megyéért kitüntető díj adományozásához szükséges javaslattételi előterjesztést tárgyalta.